Dicsértessék, atya! Már a kapuban ajándék várta az ünneplőket a Grassalkovics művelődési ház előtt. A 60 város és környéke mozgáskorlátozottainak egyesületénél évek óta hagyomány, hogy karácsony közeletével összejövetelt rendeznek, ahol közösen töltenek néhány órát és számot adnak az elmúlt időszak eseményeiről. Horváth Richárd polgármester az advent kapcsán kiemelte, hogy ebben a pár hétben még inkább felértékelődik a szeretet és a család fontossága. Karácsonykor Krisztus születését ünnepeljük, és az advent arról szól, hogy az ünnepet, amely előttünk van, azt méltóképpen, lelkileg megnyugodva, tisztán tudjuk ünnepelni. Mándoki György plébános megáldotta az ünneplőket, és egy családi példán keresztül elmesélte, a mozgáskorlátozott emberek példamutató önzetlenséggel segítik egymást. A Szent István Általános Iskola diákjai négy fenyőfa történetét mesélték el, ahol szintén megmutatkozott az, hogy azok, akik nehezebb sorsúak társaiknál szívesebben támogatják a bajba jutottakat. Berecki Zoltán Ajándék című dala is felcsendült a délelőtt folyamán a Dalvarás sókórus előadásában, ami kellőképpen karácsonyi hangulatot varázsolt a terembe.